Palmyra majdnem egy évig maradt az önmagát iszlám államnak nevező terrorszervezet fennhatósága alatt. 2000 évvel ezelőtt építették a diadalívet, a beltemplomot, Bálsáhim templomát, most romokban hevernek. Nemzetközi szakértők a helyszíni kár mértékének a felmérésén dolgoznak. Sokan fellélegeztek, szerintük a legrosszabbat sikerült elkerülni. A szíriai örökségvédelem vezetője szerint a romok 80%-a jó állapotban van, és a visszaállítás lehetséges, de ez évekig eltarthat. Mások kevésbé optimisták, és úgy gondolják, Szíriában most máson van a hangsúly, és nem a romok helyreállításán. Emlékeztetnek arra is, hogy lehetnek olyan leletek, amelyeket a terrorszervezet bár nem rombolt szét, de azóta már eladta a fekete piacon. Hiába a rekonstrukció, akkor is csak egy másolat marad, mondja az UNESCO egyik szakértője. Amikor kulturális örökségről van szó, a kár jóvá tehetetlen. Egy boltívet is helyre lehet hozni, de az akkor is csak egy másolat lesz. Hiába 100%-ban autentikus elemekből tevődik össze. Szerencsénk van, mert itt a pusztítás nem teljes mértékű. Megmaradtak az alapok, így meg tudjuk kezdeni a helyreállítást. De ez nem csak az UNESCO felelőssége, hanem a nemzetközi közösségé is. Mielőtt a szakértők hozzáférhettek volna a történelmi helyszínhez, át kellett vizsgálni. Az orosz katonák áprilisban mondták azt, hogy befejezték Palmyra óvárosában az aknamentesítést. A városnak még mindig vannak olyan területei, amelyeket még át kell vizsgálni. Több mint 3000 robbanóeszközt távolítottak el. Ezeket az iszlám állam harcosai hagyták a helyszínen. A mérnöki munkálatok orosz vezetője így nyilatkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy akik kiépítették ezeket az aknákat, pontosan tudták, mit hova kell tenni. A felszerelésük is modern volt. Saját gyártású robbanó szerkezeteket találtunk. Többet is. Csak öngyilkos robbanóövből például 8-at találtunk. Ezek teljesen új tervezésűek. Az orosz hadsereg szíriai szakértőket képzett ki, hogy eltávolítsák a terrorszervezet által elhelyezett aknákat. Riporterünknek pedig azt mondták, hogy miután Palmyrát befejezték, megkezdik a többi szír város átvizsgálását.